cseresznyétől és megytől piroslik a győri piac, néhány hete beindult a nyár két kedvenc gyümölcsének igazi szezonja, szinte minden standon kínálnak belőlük igaz eltérő árakon. A megynek kilója átlagosan 500, a cseresznyének pedig 7-800 forintba kerül. Most még kedvező az ár, fogynak is szépen a piros gyümölcsök. A cseresznye és a megy olyan 2-3 hete jelent meg nálunk a piacon. A tavalyi árhoz képest maradt, nem drágult, nem is lett olcsóbb. Ez ilyen középérésű cseresznének mondjuk, a fajtája ez a van fajta, aki járt is a cseresznyékbe, azért ezt tudja. Úgyhogy most kellendő, most már rakják el befőtnek, kompótnak, úgyhogy most kezdődött el igazán. A Földművelésügyi Minisztérium a héten jelentette be, hogy a tavaszi fagyok és a kedvezőtlen időjárás miatt rekord helyett az átlagosnál gyengébb termés várható. Ez pedig azt jelenti, hogy kevés lesz megyből és cseresznyéből is, ami hamarosan drágulást hozhat a hazai piacokon. Ahol a szokásosnál hamarabb jelentek meg más nyári gyümölcsök, például már magyar barack is van a csarnokban és dinnye is, de az még olasz vagy Görögországból származik. Ezek már a görög dinnye olasz, a magyar még nincsen, azt mondja, augusztus körülre várjuk, úgyhogy most ez a közkedvelt inkább a görög dinnye. Mennyire adjátok, és mikorra várható majd a magyar? A magyar augusztus körül várható, ennek ára 320 forint körül mozog most. Keresik a nyári gyümölcsöket a vásárlók, de a piacosok panaszkodnak a multikra, mert ott jóval olcsóbb a külföldről behozott termék. A minőségi magyar árut meg kell fizetni, ahogy azt az igényesebb vevők teszik. Egyre több van belőlük, így az árusok attól sem tartanak, hogy rajtuk marad a várhatóan drágább megy és cseresznye, ami egy-két héten belül akár 20%-kal is többe kerülhet, mint most.